A hollywoodi csillogást egy véres gyilkosság eltakarja. Az első gyanúsított a legnagyobb csillag, bár a vele szembeni bizonyítékok meglehetősen sekélyek. A Netflix sikerlistáján az utolsó megjelenés, amely jelenleg az ötödik legnépszerűbb helyet foglalja el, több, mint a siker. Tim Kirkby regénye született, Howard Michael Gould, a neofekete bűncselekmény játékai, amelyek ugyanabban a néven születnek, tele van szemmel, könnyű, de izgalmas, zümmögő és élénk. Charlie Hunnam, aki a főszerepet játszik, azt hiszem, hogy ha azt akarja, nem tudott rosszul játszani, és akkor van egy jó, régi Mel Gibson, aki tökéletesen hozza az arrogáns csillagszínészt, aki úgy kezeli az embereket, mint a becsapott cigarettákat. 1D. A történelem a hegyekhez vezet. Itt él a szerzetesi egyszerűségében, a volt nyomozó, Charlie Waldo, aki a civilizáció szennyeződését hagyva a lakókocsi áthaladására, a régi fák árnyékára nézi, és megpróbálja a lehető legkevesebbet húzni ökológiai lenyomatát. Legjobb barátja egy csirke, aki nem enni a világot, és mindenhova gyalog vagy kopott sárga versenykerékpárján megy el, ez különösen groteszk kilátást nyújt el a ra az utcákon, ahol mindenki autóval halad. Charlie-nak azonban nincs globális igénye, csak 100 tárgyat tartalmaz, és jól érezheti magát az erdőre vagy a naplementekor meditálása. Itt Lorraine, a volt nyomozó és szerető, meglátogatja őt, hogy felkérje Alista Irpincs, T., a hollywoodi színészt, hogy segítsen neki a gyilkosságban. A vád az, hogy Pincs megverte fiatal nőt a házukban, de Lorraine úgy véli, hogy minden nem tűnik, és tudja, hogy ha felfedezi az igazságot, akkor a neve lehet az egyik legnagyobb és teljes rivális fény. Charlie azonban elutasítja az ajánlatot, és nem lázas dicsőség vagy pénz, de az elkövetkező napokban több csoport látogatja meg, hogy beszéljen Pincs és Lorraine felé. Időközben eltűnik, majd megjelenik, de most úgy égett, mint egy szén, egy autó alján, és Charlie, bár még mindig nem az ínyén, visszatér a nagyváros pulzálásához. Hamarosan találkozik Alista Irrel, az alkoholista csillaggal, aki szörnyűbb és undorítóbb alak, mint jó hírneve, és sok ember rács mögött akar tudni. Charlie Hunnam Waldo szerepe emlékeztet egy kis bláv Brad Pittre, kalózkodás, szőkehaj, szakál, kopott bőrkabát, tép, hiek és nadrág, de mindig imádnivaló. Nem csak tehetsége és pozitív sugárzása köt.